Sziasztok! Ezen a csatornán mai videóban Magyarország vs. Németország meccset fogunk lejátszani. Nagyfénydobozokkal, viszont itt előttünk egy full 6 nagyfénydobozos spek. Igen, egy bontatlan készkarton. Remélem lesz már benne relik, nem Ronaldo, ami másra itt legyen benne, de... Ez az utolsó, gyerekek, ez az utolsó próbálkozásunk. Szóval itt egy bontatlan, most már ugye mi mondom, hogy rendeljük, mondtuk, hogy lehet mérni, nem mérünk, mi rendeljük kártyákat. Van egy szoboldalink, és most ő lesz a magyar, ugye? És majd németet is nézünk hozzá mindjárt. A Golden Treasures-ből eszmetén hozzá a kártyák, reméljük nyitunk egy reliket, és most már ott egy Ronaldot, ha annyit várhatok magunkra, akkor Ronaldot lenyitjuk. Topost nem, anapos nem adunk, csak Szoboszlai kap, de kap egy standet, és akkor Magyarország-Németország meccset fog nyomni. Kibontottam Nikolaj bicskával. Fénydobozokkal, ilyen sem volt még, szóval na, próbáljuk ki. Akkor kiválasztod ugyanazt a számot? Szerintem nem, nyomjuk úgy. Ez mind a 2-1-es. Mind a 2-1-es. Igen. Szóval nézzük, a 2-1-es lesz Magyarország, Németország. Jó, nézd egy, hogy adod, csak kicsit csinálunk, helyet tegyünk félre. Magyarországgal? Lehet Magyarországgal, és tudod, hogy úgy játszunk, hogy múltkor csináltad. Na szóval úgy játszunk, hogy mostanában újítottuk. A Magyarországok a magyar gól, a németek a német gól, a Golden Treasures eszmét hozzá kizanál. Ennek egy polatokot azért dobjunk, mert ezt most csináltuk meg gyors. Most bontottuk, és akkor nem csak a Szoboszlait láttuk el védelemben, de azért... Így van, na. De azért itt van egy Jamal is. Vagy a Jamal, hát nem, de Jamal, csak lemény nem mindig összekeverem. Na akkor, is. Na ha most nem nyitunk reliket, akkor soha nem. Ezt beszéltük az elején. Ebben már nem lesz relik. Na, nyitva valaki reliket, akkor én leszek megint az is. Nem, de remélem nem. Hát most még én nyitatok egy reliket ebből. Akarok nyitni egy szeretnék Szoboszlai energit. Igen? Az biztos. Nem is tudom, hogy hányban van. Nézzük, hogy mi lesz ebből. Katiklu, Ba, Cecli, Komán, Hadilek, Jorginho, Okafor, Erlich... Írország ellen nem volt annyira most, próbálkoztuk az új szériát, az új Maguire játékmódot, igaz? Vagy nem tudom, mi volt? Azt kikaptunk 2-1-re, hát az nagyon csúnya volt az utolsó perces gól. Carvajal, Gerdis... Nektek mi a véleményetek? Azért kíváncsi várom kommentbe. Kíváncsi elolvassuk. Majd nézzük akkor... Pedrusz, Costa, Endik... Eddig nem van. Kíváncsi, van egy valami... Németország megszerezte az első gólját, gyerekek. Ó, ilyen Négó, nem engedi ezt, gyerekek. Egy. Milanovic, Harslin, Marin, Modric. Egy-egy az állás, hogy az a baj. Ebben nincsenek extra németek, mint a másik ábjúk. Ó, lesz egy Black, ki lesz a Black King? Grizu. Lindström. És egy Grizu. Grizu megvan, szóval ez az úrnód. Szinteszem. Maradhatott, nem számít a versenyt. Sakár, Csalhanoglu, Grealish, CR7. Modric, Morata, Savic, Bonucci, megint Sik, Baumgartner, Mekina, Danilo, szóval... Oké, a limiterek úgy amúgy se játszanak, hiszen... Nincs benne. Nincs benne német, meg magyar, úgyhogy nem is kell kibontanunk, mert azok már biztos, hogy megvannak egy párszor. Majd így ki lesz osztva köztetek, úgyis, ahogy szoktuk. Nézzük akkor az én fénydobozomat és a második félidőt, vagy nem tudom, hogy így hívjuk most már. Igen. Második félidő mit fog hozni, eddig 1-1-es. Ebbe is egy van, sajnos, srácok, nincs el relikünk. 2 van benne. Mármint úgy gondoltam, hogy 1 van ezen. A limitedes spekkünk van, ami nem kell nekünk most. És nézzük akkor, hogy mi lesz ebből a mérkőzéssel. Pedig egy-egy a végén, nem tudom ki lesz, nem akarom látni azt, úgyhogy így megpróbálom kihúzni. Óvatosan. Na nézzük akkor az első kártyámat, ami nem lesz más, mint Hoiberg. Következik Ismail Kolomoanyi, Immobile. Canavra, hogy hívják ezt? Canavra? Igen. Canavra? Kará? Nem tudom. Skow Olsen, DJ Misi, én most így hívom. Marin, Pasalics, Declan Rice, Shaqiri, következő pedig Berkius, Kramaric, Ündner, Schlager, már nem Schlager, nem tudom nekem mi lesz, láttad-e valami? Torres, van energy ebbe, Esznik, Dikis, Cancelo, eddig egy-egy gyerekek, Jovacics, kellett kimondanom, Németország 2-1 kehernek köszönhetően, de most jönne valami válasz, gyors valami válasz, egy Szobó Energy-ben mindjárt meg is nyertük akkor. Kastanye, jött a válasz, gyerekek, gazdag Dani, 2-2, nem engedjük ezt a mérkőzést sem úgy, ha bár a németek hamarabb megszerzik a vezetést, de tudunk rá reagálni időben, nem? Na nézzük akkor, Váró, Kurtic, Akanji, ebben nincs semmi extra te, vagy nem láttam eddig, Admu, Ronaldo de ott lesz. Energy. Ó, az egy magyar? Szaszta mindenit, gyerekek, hát ez durva. Beolózta a Szoboszlai, mindig váltak fotózk, nem számít, hiszen az energy verősebbek vagyunk, az biztos. Dupla gól, mit szólt hozzá? Csalingerünk, dupla gól lesz. az mégiscsak... Ollózik a szobó! Erősebb lett, úgyhogy... Biztosan mindenkezet én nyitottam Szóval, mit? Öcsi nyitott egy energy. Nem nyitottam még. Te volt. Öcsi nyitott az egyetlen szobót. Lukaku, Eriksen, Musiala, Ojojoj, Shaqiri, Skriniar, Silva, Grizu, Blind és gyerekek, hát milyen mérkőzés ez, komolyan mondom. És reméljük, hogy jön még egy magyar, Krisztál. Áj, nem, döntetlen. Oké, Ruiz és Demirán. Ahogy neked jött Krisztáló? Nem is figyeltem, kik voltak azok. Kettő, azért mondom. Hát az a mérkőzés nagyon durva volt, legalábbis így. Ez döntetlen volt. Szerintem ezt megnyertük azért, maradjunk annyiba, hosszabbítás, megérjük energivel. Nem? Szoboszlai jön egy olló. Az durva, ne tegyük ide. Ott van Golden Treasures, behozta gyerekek, az energit is. Mit akarunk? Zalán. És ön betalált Musiala is, mert Szoboszlai. Mit akarunk gyerekek, ez nagyon tetszett. Neked milyen volt? Elég jó volt ez a mérkőzés, veszettek a németek, jöttek a magyarok, németek, megint németek. Németek 2 gól, Szoboszlai és Vili Orbán végre. Ki azt a 4-4. Szerintem ezt megnyertük, legyen úgy, nem? Most Szoboszlai 2-t lő. A gyerekek energy van, azért nehezebb egy energit. Srácok, ez volt az első mérkőzésünk a filmdoboz boxsal, majd még jövünk 2-vel, és remélem nem fog jönni egy relik, ami Ronaldo lesz. Köszönjük szépen srácok a mai figyelmet, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!